Szerbiában az év eleje óta az üzemanyag literenkénti ára több mint 20 dinárral drágult. A feldolgozók ezt a kőolaj világpiaci árának emelkedésével magyarázzák. Jelenleg a 95-ös ólommentes benzin literje nagyjából 161, a dízelüzemanyag ára pedig 162 dinárba kerül, míg a jobb minőségű adalékokkal dúsított dízel 168 dinár literenként, a 100-as ólommentes benzin pedig, tehát az extra minőségű 172 dinárba kerül. Ugyanakkor emelkedett az autógáz literenkénti ára is, amely most már a 90 dinárt is meghaladja. A palicsi Dragan Vukovic szerint egyértelmű, hogy a régióban a szerbiai autósok fizetnek a legtöbbet az üzemanyagért. Sad sam prošao tri države, u sve tri države jeftinije gorivo u proseku za 10-12 do 15%. Znači od Crne Gore, Bosne i Hercegovine do Srbije razlika je do 30 dinara. Znači čak ne znam nija, Bosna i Hercegovina je najjeftinija. Kod nas je ovdje vidim opet neka nova cijena 106-180 dinara litar onaj benzina, mislim što nema nigdje. Halász Zoltán kénytelen minden nap autóval Radonovácról Palicsra járni orvoshoz vagy a gyógyszertárba. Mindig egy bizonyos összegért tankol, de egyre kevesebb gázolajat kap érte. 2000 dinár, és akkor tőcsönök, amennyi a 2000 dinárba belefél. A horgosi Huszár Zsolt egy régi jugót hajt. Normál benzint használok, legolcsóbbat. És az mennyi most a legolcsóbb? 161 dinár, nem tudom hámpara. Drága? Hát drága sajnos. Zombor Imre közgazdás szerint az üzemanyagárak emelkedésének valóban a kőolaj világpiaci árának növekedése a fő oka. Tavaly októbertől 40 dollárról barelenként 70 dollárra emelkedett, tehát közel 70 dollárra, ami elég nagy növekedés. Ez pedig a kereslet-kínálat függvénye. A tavalyi évben a világjárvány miatt bevezetett szigorú korlátozások okán jelentősen csökkent az üzemanyag iránti kereslet világszerte. A nyersolaj ára is nagyot zuhant, aztán az oltások hatására ismét egyre többen utaztak, az áruszállítás is jelentősen megnőtt, ezzel hirtelen megugrott az üzemanyag iránti kereslet, ami miatt a kőolaj származékok ára is drasztikusan emelkedett, magyarázta a szakember. Hozzátette, Szerbia számára kifizetődőbb lenne, ha csökkenteni az üzemanyagra kirót jövedéki és más adóformákat. A tranzitban lévő szállítók nagyon keveset töltenek Szerbiában üzemanyagot, éppen ez miatt, amit maga mondott, az árviszonyok miatt, és lehet, hogy el kellene gondolkozni azon, hogy ugye, talán másmilyen döntést hozzunk, és hogy valójában ezzel megnövelnénk a fogyasztást is, hogy az államkassa nem kapna kevesebb pénzt. Jelenleg ugyanis a szerbiai gépjármű tulajdonosok közül, aki csak teheti, azokban a környező országokban tölti fel a tartályát, ahol a legolcsóbb az üzemanyag.